A nehezebb fizikai munkákat a fiúk végzik az állatbarát alapítvány telephelyén, de az egyetlen lány is lapátot ragad, ha kell, mindezt azért, hogy teljesítsék az érettségihez szükséges 50 órás közösségi szolgálatot. Ez 2016 óta feltétele a bizonyítványnak, a nyíregyházi menhely pedig az elsők között csatlakozott azon helyek sorához, ahol a diákok aktívan és hasznosan tölthetik el ezt az időt. Nagyon régóta működik nálunk az 50 órás közösségi szolgálat. Elég sok diák próbál jelentkezni hozzánk, illetve jelentkeznek is, és jönnek is, hál' Istennek. Jelen pillanatban ugye a vírus után, vírus miatt 3 főre korlátoztuk le a napi érkező diákok számát. Egyébként ugye ez általánosabban ide 5. A korábbi években ez másképp történt, tehát gyakorlatilag korlátlanul jöhettek a diákok, viszont hamar rájöttünk, hogy ennek nem sok értelme van, hiszen nem tudunk azért egyszer ennyi embernek munkát adni. Érdeklődőek egyébként, és azt tesszük észre, hogy a maga a munka minősége is egyre inkább javul, hiszen mindig felhívjuk a diákok figyelmét, hogy tényleg csak akkor jöjjenek, hogyha komolyan is veszik, hiszen annak nincs értelme, hogy leüljenek egy filagóriába és kártyázzanak például. Erre is volt példa sajnos az utóbbi években, viszont tényleg azt gondolom, hogy a diákok egyre komolyabban veszik ezt a dolgot. Ezért egyre kevesebb szer van szükség arra, hogy az alapítvány valamelyik dolgozója felügyelje a diákokat munkaközben. Stábunk jelenléte sem zavarta ezt a 3 középiskolást. Lelkiismeretesen takarítottak a kutyáktól egy kicsit távolabb eső részén a menhelynek. Mindhárman azért jöttek ide, mert szeretnének segíteni azoknak, akik az állatokon segítenek. Balogh Dominika szívesen végzi a rábízott feladatokat, legyen az gerebjézés, fűnyírás, vagy éppen az etető és itató tálak takarítása, hiszen főleg ilyen munkákat kell elvégezniük a diákoknak. Azért választottam az állatbarát alapítványt, mert igazából azt hiszem, hogy ha idősek otthonába mentem volna, vagy akár valamilyen családjóléti szervezethez, akkor legalább ugyanannyit tudtam volna tenni így a közösségért, vagy a társadalomért, mint hogyha ide jövök. És mivel nagyon-nagyon szeretem a kutyákat, azért választottam ezt, mivel hogy igazából szerintem, hogyha a kutyákkal foglalkozok nap, mint nap, akkor sokkal szociálisabb és emocionálisabb érzelmeket tudok úgymond kiváltani magamból is, meg egy kicsit megismerem saját magamat is, hogy mégis miért jó nekem itt. És hát nekem is van otthon 2 kutyusom, de igazából, hogyha rajtam múlna, akkor tényleg már 10-nél tartanék. Igazából most azt hiszem, hogy múlték péntek óta vagyunk itt, és a 20. óránál tartok. De igazából, hogyha választhatnék még egy helyet, ahova megyek, akkor sem választanék más, csak ezt. Nyíregyháza szinte összes középiskolájából jönnek ilyenkor a diákok a menhelyre dolgozni. Kennelekbe ugye nem engedjük be őket, hiszen ugye kutyákról beszélünk, akiket ők nem ismernek, tehát a viselkedésüket sem. Viszont itt a telepen ugye ez 4000 négyzetméter, mindig van mit csinálni. Fűnyírási feladatok, kis dudvázás, ez az amaz, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy szükség van rájuk, és jó is, hogy jönnek, hogy érkeznek hozzánk. A telephely vezetője azt is kiemelte, egy dolog közös ezekben a fiatalokban, mégpedig az állatok szeretete, hogy élvezik a friss levegőt, valamint hogy akarnak és tudnak is hatékonyan dolgozni.